A kánikulai hőség ellenére csütörtökön este 7 órára megtelt a pécsi Székesegyház nyugati oldalán berendezett nézőtér, és a színpad is szerencsés módon árnyékot kapott már a lemenő napnak köszönhetően. Uwe Köller díjnyertes német trombita művész volt a Filharmónia Magyarország által meghívott művész, aki a magyar részfúvós kvintettel közös koncertet adott a püspökvári zenés esték sorozat alkalmával. Hatalmas öröm számomra, hogy ekkora tehetségekkel dolgozhatok együtt. Én magam is már 30 éve a German Brass tagja vagyok, ezért hozzászoktam, hogy egy nagy kamara együttessel dolgozom együtt. Ez a lehetőség megtisztelő számomra most. A zeneszámokat egyeztettük, ezeket én korábbról ismertem. Egy kis gyakorlás kellett, és már is együtt játszhattunk. A trombitát, mint hangszert azért választottam, mert édesapámnak volt egy részfúvós együttese, és abból éppen a trombita hiányzott. 18 éves koromig ebben játszottam, majd a katonaságnál, a katonazenekarban zenéltem. Már 24 éve én tanítom a fiatal muzsikusokat, trombita professzor vagyok. A magyar részfúvós kvintett tapasztalt, díjnyertes tagokból állt össze, azzal a céllal, hogy egy ötfős szupercsapatként népszerűsítse a fúvós muzsikát. Keszthelyi Bálint és Solymosi Péter trombitán játszik, Szőke Zoltán kürtön, Farkas István Péter harsonán, Bazsinka József pedig tubán. Ő az, aki összefogja a kvintettet. A vendégművésszel már több éves a kapcsolat, mondta Bazsinka József. Régebben is volt a közös koncertünk, hiszen egy növendéke, Keszthelyi Bálint, aki szintén a Pécsi Tudományi Egyetemnek tanára, vagy tudom, egyetem művészeti karának a tanára, ő volt a növendéke a Gráci Egyetemen. És ő hívta meg, ismertük az Uwét régről, hiszen a German Brassnak az első trombitása is, csodálattal adózunk a tehetség előtt, hogy milyen fantasztikus muzsikus, és nagy örömünkre szolgál, hogy már tavaly is a Balcsi Nemzetközi Részfúvós Kamaratábor tanáraként dolgozott velünk, ahol úgymond ez a tanári gárda, aki a ma este folyamán fellép, illetve szerepel a többi hangversenyen is, hát emeli a színvonalat. Úgyhogy a kapcsolat az úgymond több évesre mondható. Akik ellátogattak a püspökvári zenés esték csütörtöki hangversenyére, azok egy különleges nemzetközi zenei élményben részesülhettek. A koncertről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink.